Jánoska vagyok, ideális celeb. A munka a mindenem. Az emberek rajonganak értem, és én is értük. A csajok lerohannak, mehet a buli, a tánc, mindig vannak új arcok, és a városi vonulás is jól megy. Ne feküdj le! Na jó, nem kell túlzásokba esni. Szálljunk be, gyere! Na! Beszállás! Ez itt a rabszolgám, a szőke. Visz, hoz, etet. János! Halló! Kicsit ugyan együgyű, de hát szőke. János! Na! Szeretnék beszállni a kocsiba? Szerinte életmódváltásra és nevelésre van szüksége. Szerintem meg János Karu lesz. Buktunk egy fogadást? Vagy mit keresünk egy agárpályán? Szia, János! Na de lelkesít valaki! Jánoska, mai napon a következő fog történni. Most egy agárpályán vagyunk, ezt biztos láttad. Sajnos, igen. Itt a nagy agara, kis agara, közép agara versenyeznek. Nem. Ne is mondd tovább. Én mentem. Ez egy gyorsasági futóverseny, de János, ne hagyj itt. Figyelj csak. Neked mondom. Hallom. Pont az a baj, hogy hallom. Lényeg a lényeg, hogy egy gyorsasági futóversenyt rendezünk, ami azt jelenti, hogy egy nyuszit kell kergetni. Nagy élvezettel és zsákmányossággal. Te szőke, eléggé benézted a fajtát, ha azt hiszed, én itt labdába rúgok. Gazdát kézből fog indítani téged, hiszen nem vagy egy licences versenyző, tehát még nem tudod használni a startboxot, nincs rajtad szájkosár, nincs rajtad versenymellény, versenytakaró. Úgyhogy szólóban fogsz indulni kézből, és a nyuszira kéne nagyon-nagyon odafigyelned és azt kergetned. Erről a futásról célfotó fog készülni, és hát ez csak egy egyenes szakasz, ugye, mivel kezdők vagyunk, emiatt egy egyenes szakasz fogsz futni, és megmérjük, hogy mennyi idő alatt érsz be a célegyenesbe, jó? Benne vagy, Jánoska? Na, essünk túl rajta, mert itt soha nem lesz vacsora. A benyúszozáson kezdő kutyusok vesznek részt, megpróbáljuk egy kicsit feléleszteni bennük a zsákmány ösztönt, hogy kergessék a nyuszit, hogy később ez zökkenőmentesen legyen a pályán. Mondjuk a kis foltos, egész helyes. Na, lássuk, mi ebben a poén. Ez megmozdul. Na, azért ezt itt még aláírom, mert János Karul ez. Ez egy olyan gyorsasági futóverseny, ugye, amit agaraknak találtak ki, de nálunk nem agarak, mindenféle más fajták, keverékek is futnak, és ez az idei, most már a harmadik, amit szervezünk. Két távon megy a verseny, egy 270 méteres körön futnak azok, akik már egy kicsit profibbak a versenyben, és 70 méteres egyenes szakaszon futnak azok, akik most vagy nemrég kezdték. És hát nagyon izgulunk és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit tud egy bulmasztif a terepen.
álljunk csak meg. Tulajdonképpen minek is futok én? A szám teli megy homokkal, sehol egy fa, az a rémisztő szörmók, meg nem is ehető. Itt vagyok! Haló! Még a nyúlon túl is én fussak. Kösz, nem nyulazom, már kinőttem. Megyek már, csak viszket a hátam. Végül is jó buli volt ez a lelkes verseny. Legközelebb lehet, hogy nevezünk 20 méteres távon. Ennyi. Holnap kanapénap.